Hát gyakorlatilag én tegnap este 7:30-kor kaptam a tájékoztatást, miszerint a művelődési házban a zenei rendezvény során elment a villany. A szomszédos település Cumigyárának adtuk oda rendezvényre a házat. Utána néztük, és kiderült, hogy nem csak a művelődési házban ment el a villany, hanem az egész településen. Hány embert érint ez Nárai? Gyakorlatilag a Nárai közel 1300 fős település, tehát elég sok embert érint. Viszont az Aranypatak Vadásztársaság is itt működik a településen, és jelezte a vadásztársaság vezetője, hogy a hűtőházban is több mint 20 ősz van, úgyhogy kezelni kell a helyzetet. Mi zajlik most, hiszen itt látom, hogy a háttérben is dolgoznak az EU munkatársai, illetve kint a felázott mezőn is. Így van. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a Körmend felé tartó középfeszültségű hálózatról a Nára irányába leágazó oszlopsorból 5 oszlop dőlt ki, és ugye éjjel szakadt az első dörgött villámlót, akkor a szakemberek megvárták, míg eláll, és nekiálltak a hiba elhárításának. Azt ígérték, 24 órán belül mindenképpen ez meg fog történni. Jelen pillanatban is több agregátort hoztak dolgoznak az emberek, a EON szakemberei. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a trafókhoz fognak agregátort tenni, abban az esetben, hogyha 24 órán belül nem tudják elhárítani ezt a hibát, de úgy néz ki, hogy el tudják, hiszen egy órára visszajön a villany, legkésőbb 2 órára. Mit szólnak a település lakói? Hát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy megértőleg nem tudunk mit csinálni. Tehát az olyan helyzet, ami kialakult, ezt szakemberek kezelik, és mi a tájékoztatást mindenki felé igyekszünk megadni. Nagy vihar volt? Nagy vihar volt, igen, így van. Tehát a falu felső részén nagy eső is volt, több udvaron át ázott, de hát ez ma reggelre már az árkok elvezették, tehát gyakorlatilag megoldódott a probléma. Jól emlékszem, hogy itt volt tavaly kiuggatva nagyon sok redőny. Így van, igen, akkor tavaly pedig jégeső. Akkor itt áll, tehát itt a nyár közepén. Hát sajnos megkaptuk a magunkét tavaly is, így van, idén is, tavaly jégeső volt, és most pedig ez a vihar, ami kidöntötte a villanyoszlopsort.